for my always loving partner in crime. Soaking up my mind, filling up my glass. I'm gone at last. Come on. Definition of my life, lying in bed in the sunlight, choking on the rhythm and tablet, love to get in the heart to say no. Chardonnay, Chardonnay, a mátrajai német Chardonnay, 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 a mátrajai német Chardonnay. Így elfőcsök nyáron, de ebbe a borban ne tegyél semmit, ebben nem kell a szóda. De botrány, hogy nem tér ki a BTK arra, hogy emberiség elleni büntet a VBK. 25 fölött kólát a borba, nem rak már senki, maximum az orba. Tisztán nyomom, szóda nélkül tisztán nyomom, legalábbis portugézzel fölött, haver én tisztán nyomom. Ha te azt mondod, az alföldön csak pancsot bor van, mondok valamit, hülye gyerek, ott van a Fritman. Úgysem fogod megkosdolni, hiába mondom neked, ha borra mindig egy non-stop a baszlaga. Szia! Kirándulunk! És tök jó. És itt nagy a por, meg meleg van, de jó. És most nézd oda. Hát a golyatáborosokkal kijöttünk kirándulni, most vagyunk körülbelül a túra felénél, és hát elég sokan nagyon elfáradtak, ez természetes, és igazából tegnap este volt egy ismerkedési est, ahol nagyon jól éreztük magunkat, volt 8 állomás feladatokkal, poénos feladatokkal, és nagyon jól éreztük magunkat. Leszakadtunk a csoporttól, a Rákóczi utcán éppen keresjük a többieket, akik pontosan nem ezen az úton jöttek, úgyhogy sziasztok többiek, majd találkozunk a sulinál. De semmi gond, mert csak egy helyre juthatunk ki, az a igen, kollégium le.
Mit láthatunk most? Mit csinálnak a gyerekek? Ez egy kapcsolattalanítás pillanat. Ez azért jó, mert tényleg nyomon kell követni, hogy a másiknak mikor és hol, hova fut a keze. Ugyanis az a lényege, hogy ha nem jól csak másik térdőre, a körben, akkor azt kiesik az egyik kezével. És ha a másik kezével fut, akkor folytatjuk a kör. És a végén mind a két keze kiesik, ugye, hogyha nem figyel. Tehát így marad két nyertes a játékban. Nagy gábor vagyok. Milyen technikát használtak? Hát, tanulás technikát, hogy gondolszak. Hát, ilyen... Hát, például szépen, hogy olyan technikát nem tudtak. Feladatok voltak, akkor azt mondd el. Feladatok voltak, egy ilyen, hogy tesztet kell tölteni, és kívánok, hogy voltam tanulni. Ez alapján kijött ennek egy eredmény, és elmondták, hogy akkor mi milyen módon tanulunk otthon. És ezeket miben tudnád te használni? Hú, akárhol. Itt súlyba tanulásnál, otthon a minden. És ezt az egészet te hasznosnak tartottad? Igen, hasznosnak tartottam. Milyen technikákat mutattad be nektek? Különféle technikákat tanultunk, teszteket töltöttünk ki, csoportmunkának megtanultuk a szabályait. És melyik volt ezek közül neked a legszimpatikusabb? Nekem a csoportmunka tetszett a legjobban, mert órákon is csoportmunkában fogunk dolgozni, és így legalább előre tudom, hogy mire számítsak. Miben tudnád ezeket használni? Iskolába is, és otthon is, ha bármire szükségem van, és további tanulások során is. Hasznosnak tartottad azt a foglalkozást? Igen, hasznosnak tartottam. Köszönöm a riportot. Mivel a tanulási stílusokat vizsgáló tesztetnél, láttuk, hogy a legtöbbetek vizuális típus, ezért most a következő pici verset, a kismondás verset, úgy kell majd megtanulnotok, hogy nem csak simán a szövegre koncentráltok, hanem mindenki arra a lapra, ahol a tesztet írtam elő, mindenki megpróbálja a verset lerajzolni. Nem azt, amire gondolkozik, hanem konkrétan a szavakat megpróbálok valahogy lerajzolni, és 10 percetek lesz arra, hogy ezt a verset rajzok segítségével megtanuljátok. Tehát, mikor azt mondod kis, akkor rajzolsz egy valami picit. Amikor azt mondod, hogy magda, akkor az lesz egy kis lány. Amikor azt mondod, hogy föl, akkor föl egy ilat. Ha dobja, akkor egy dob. Rajzolni. Keresel mindenki a helyét, és 10 percetek van. Megtanulják a fölött. Milyen technikákat mutatott a gyerekeknek? Hú, micsoda kérdés. Képességfejlesztést próbáltunk csinálni, úgyhogy végigmentünk azon az úton, hogy hogyan lehetne a megfigyeléstől elkezdve a memorizáláson keresztül, a logikai kapcsolatoknak a használatával élve kész tudáshoz jutni. Úgyhogy a végén ezt egy képregény, egy esemény